Sav hatása a fehérjékre, amit a következő vizsgálatban meg fogunk nézni. Ehhez szükség van egy kémcsőállványra, egy kémcsőre, előre elkészített tojásfehérje oldatra, amelyet beletöltök a kémcsövembe. Kb. 1/3 részéig, és ehhez hidrogénkloridot, sósabb oldatot fogok adagolni, és megnézzük a bekövetkező változást. Összerázás után azt tapasztaljuk, hogy az eddig átlátszó fehérje oldatunk tejszerű oldattá változott, és az oldat tetején pedig szépen látszik, ahogy a fehérje szálak kicsapódtak a sav hatására. Sav hatására a fehérjék denaturálódnak, azaz megszűnik a működőképességük, és ezáltal elveszítik a funkciójukat. Az, hogy ez a folyamat visszafordítható vagy nem, azt úgy tudjuk megvizsgálni, hogy egy kis desztillált vizet fogunk hozzáadni a hidrogénklorid és a tojásfehérje oldatunkhoz. Összerázás után azt tapasztaljuk, hogy a fehérje szálak ugyanúgy kicsapódva maradtak az oldatomban, tehát a sav hatására bekövetkező változás az visszafordíthatatlan, azaz irreverzibilis folyamat.